Ahány nyelven beszélsz, annyi ember vagy. Ennek a mondásnak az igazát az utazási láz növekedésével egyre inkább tapasztaljuk. Ezért jártunk utána, hogy ősztől milyen nyelveket tanulhatnak a gyerekek városunk általános iskoláiban. A művelődési miniszter az elmúlt tanévben bejelentette, hogy ősztől az általános iskolák szabadon választhatják meg, hogy milyen idegen nyelveket tanítanak. Megvannak ennek Várpalotán a személyi feltételei? Várpalotán sajnos nincsenek meg ennek a személyi feltételei. Nagyon jó lenne, ha mi is úgy tudnánk tanévet kezdeni, hogy egy-két iskolánkban másik idegen nyelvoktatás van, de sajnos erre nincsen semmi lehetőségünk. Sőt, ha azt nézem, az elkövetkezendő rövid időn belül biztosan nem is lesz. Az igaz, hogy évek óta keressük a nyelvtanárokat, eddig kerestük az olasz nyelvszakosokat, de ezzel párhuzamosan az angol németek is, főleg a középiskolákra értendő volt ez, de jelentkező nem volt. Az általános iskolákban csak orosz szakosok vannak, úgyhogy ebben a tanévben minden iskolában csak orosz tudnak tanulni a gyermekeink. Az igaz, hogy az átképzés megkezdődött, mondhatnám nagyon előnyös feltételek között, hiszen heti két alkalommal fognak bejárni Veszprémbe, idegen nyelvre, angolra és németre, és ezért az intézmény vezetője heti 10 óra kedvezményt biztosít a számukra. Hogyan fogadták az orosz tanárok ezt a rendelkezést? Hát először mondhatnám, hogy kétségbe estek, hogy akkor most hogyan lesz tovább, de aztán egyértelművé vált, hogy ez nem azt jelenti, hogy már holnapra nem tanítunk oroszt, hanem van ennek egy kifutási ideje, tulajdonképpen csak a választási lehetőséget adta meg a minisztérium. Egyelőre úgy áll nálunk, hogy rangsoroltuk a orosz szakos pedagógusokat, méghozzá olyan értelemben, hogy az a pedagógus, akinek csak orosz szakja volt kiegészítő szakként, azokat vettük előre. Utána következett az, ahol a másik szak olyan szak, ami kevés óraszámban tanítandó, és harmad sorba kerültek azok a pedagógusok, akik tulajdonképpen, ha orosz nyelvet nem is tanítanak majd, hanem csak a másik szakpárjukat, akkor is el tudják látni kötelező óraszámot. A Várpalotai háromos számú általános iskola tantestülete és igazgatója egy kicsit megelőzte a művelődési minisztert is, hiszen a művelődési miniszter az elmúlt tanév végén jelentette be azt, hogy az általános iskolákban más idegen nyelveket is oktathatnak. Viszont önök már az elmúlt tanév elejétől kezdve biztosították kollégáik számára, hogy átképezzék magukat. Én azt hiszem, hogy lehetett érezni azt, hogy ilyen jellegű változás be fog következni. Különböző jelzések hozzánk is eljutottak, és hát ennek alapján gondoltuk mi, hogy az alkalmat, ami tavaly lehetőséget, ami tavaly elindult, ki fogjuk használni, és a TIT szervezésében induló átképzési tanfolyamra mind a két orosz szakos nevelőnket elindítottuk, az egyiket angol, a másikat német nyelvre. Ezen kívül nagy volt az érdeklődés a nevelőtestületbe, összesen 7-en jelentkeztek volna ezekre a tanfolyamokra, és hát a megyében az érdeklődés eléggé csekély volt még tavaly az átképző tanfolyamok iránt, úgyhogy több nevelőt is beiskolázhattunk volna, hát egyet mertünk még vállalni, egy technika szakos kollégát, aki szintén jár. A megyei tanács elkülönített alapot biztosította az átképzésben résztvevők számára, ami azt jelentette, hogy az évi 5000 forintos tandíjnak felét a megyei tanács fizette ki, a másik felét a dolgozónak, aki részt vett ebben a tanfolyamban, kellett kifizetnie. Az intézményünk vállalta azt, hogy a dolgozók bejárási úti költségét kifizeti, és számukra a tanfolyam idejére a szabad napot, illetőleg hát lehetőséget biztosít. Ez egy munkanap kiesést jelentett az intézményben, de dolgozónak kellett megvenni a tankönyveket is. Mennyibe került ez anyagilag? Milyen megterhelést jelentett számukra összesen? A dolgozó fizette két is 1000 forintos tandíjat, és ahogy tudom, hogy nagyjából 1000 forint körül lehetett az a tankönyv, amit meg kellett venni a dolgozóknak a tanfolyam végzéséhez. Most hát ezzel kapcsolatosan szeretném említeni, hogy az átképzéssel kapcsolatos legújabb információ szerint az átképzésben résztvevő dolgozók anyagilag nem szenvednek hátrányt, legalábbis azok, akik most indulnak majd el. Az átképzés költségeit részint a központi alapokból, másrészt pedig hát az intézményi
pénzeszközökből kell biztosítani, azonban nem tudjuk, hogy mi van azokkal, akik már egy évet elvégeztek a tanfolyamon, és hát mindegyik sikeresen alapfokon vizsgázott is az elmúlt év végén. Nem tudjuk, hogy a következőkben az ő átképzési költségüket is átvállalja-e a központi költségvetés, illetőleg visszamenőlegesen, amiben nekik került az egy év, azt valamilyen módon megkaphatják-e. A 9-es számú általános iskola az egyetlen a városban, ahol már 3 éve sikeresen működik az angol fakultáció. Mégis önöknek is problémáik vannak ettől a tanévtől. Hát végül is az angol fakultáció egy kicsit helyesbítek, mert most lesz a 3. évünk, tehát 2 év ment le az angol fakultációval, és ez lesz a 3. évünk. De én azt hiszem, hogy azért a mi iskolánkra is ugyanazok a gondok jellemzőek, amelyek a város összes többi iskolájára, ugyanis hiába van nálunk fakultáció, angol fakultáció, hiába folyik ennek a nyelvnek az oktatása, hivatalosan mi sem indíthatjuk be az angol nyelv tanítását, mivel nincsenek meg azok a feltételek, személyi feltételek, amelyek ehhez szükségesek. Ugyanis a nevelő, aki az angol fakultációt vezeti, csak tanfolyammal rendelkezik, nyelvvizsgája nincs, ő önszorgalomból képezte magát erre a nyelvre, ahhoz, hogy ő bármit is kezdhessen hivatalosan, ahhoz előbb ő neki nyelvvizsgát kell tennie. Hát... Annak a pedagógusnak, aki az átképzésben részt vesz, milyen feltételeknek kell eleget tennie ahhoz, hogy ő angolt vagy német nyelvet taníthasson ebben az általános iskolában? Hát először is sikeres középfokú nyelvvizsgát kell tennie, hogyha ez megvan, akkor ő már taníthatja, elkezdheti a nyelv tanítását, de az elképzelések szerint emellé még a nyelvtanári diplomát is meg kell szereznie a főiskolán. Na most ugye egy átlagos esetben ez jelent 2 évet, amíg valaki fölkészül a középfokú nyelvvizsgára, és jelent további 2-3 évet egyetemen vagy főiskolán, attól függően, hogy hova sikerül neki bejutnia, ha sikerül neki bejutnia. Javaslattal fordultak a veszprémi felügyeleti szervüköz. Mi volt ez a javaslat? Hát áttételesen fordultunk, mert először a művelődési osztállyal közöltük egy elképzelésünket, mégpedig azt, hogy 8. osztályban azokkal a gyerekekkel, akiknél hát látszik, hogy nem megy nekik úgy az idegen nyelv tanulása, még minimális szinten sem, hogy hát a megfelelt szintet elérhessék, szerettünk volna felzárkóztató foglalkozásokat ebben a heti 2 órában matematika, illetve magyar nyelvből. Abban az időszakban, amíg a többiek orosz tanulnak. No, az igazgatói értekezeten kaptuk aztán a választ, hogy ez semmiképpen nem megy, mert a nyelvtanítás kötelező, és ha nincsen más, akkor az orosz nyelvtanítása kötelező. Na hát a tantestületünk úgy döntött, hogy végül is mi ebben nem nyugszunk bele, hanem hivatalosan szülői aláírásokkal is, és csatlakozó kollégákkal esetleg más iskolából az orosz szakosok szakmai munkaközösségét is fölkeresve szeretnénk egy beadványt eljuttatni a megyéhez, és kérni, hogy legalább a 2. fél évtől mi ezt megtehessük, mert a gyerekeknek is az az érdeke, hogy gyakorolják egy kicsit az értő olvasást, a helyes írást, ahelyett, hogy orosz órákon ott ülnek gyakorlatilag mindenféle eredmény nélkül, eltöltik az idejüket, és nincsen belőle semmi hasznuk.